Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a vonal túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki ma is válaszol a hallgatói kérdésekre. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget! Továbbra is lehet rendelni Nógrádi György dedikált könyveit, a videó leírásában megtalálják azt a linket, amire kattintva ez megtörténhet, illetve február 28-án a Stefánia palotában lesz könyvbemutató is, az legújabb könyve a Talléroni, ott meg lehet vásárolni ezt a könyvet is, meg a többit is személyesen, a pontos kezdési időpontot is hamarosan majd el fogjuk mondani. Továbbra is várjuk a kérdéseket a kérdés.ultrahang@gmail.com e-mail címre, illetve kérünk minden mindenkit, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tették, hiszen akkor így folyamatosan kapják az értesítéseket az újabb és újabb külpolitikai témájú videóinkról, és akkor most jöjjenek a kérdések. Tisztelt tanár úr, sokat hallani arról, hogy országvezetők telefonon beszélnek egymással. Például Putyin és Biden, vagy Trump és a magyar miniszterelnök. Én arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor tényleg vezetékes, vagy mobiltelefonon beszélnek-e, és hogy hogyan oldják meg azt, hogyha nem beszélik egymás nyelvét, és mondjuk angolul sem tud az egyik fél. Van esetleg tolmács? Köszönöm tanár úr válaszát, Mátyás, egy fehérvári gimnazista, utóirat mind az 5 könyvére regisztráltam, ami elérhető, és nagyon várom már, hogy olvassam őket, és kíváncsi vagyok tanár úr legújabb könyvére is. Köszönöm szépen. Kezdjük a könyvekkel. A 40 év alatt a föld körül, hál' Isten, úgy elfogyott, hogy nekem van otthon 2 példányom. Én ma beszéltem a kiadóval, lehet, hogy újra kiadják. A másik az, hogy a vezetők között meg kell teremteni az együttműködést. Ennek egyik formája a telefon. Kb. 10 évvel ezelőtt történt egy sztori, ahol az egyik országos vezető, nem mondom meg az ország nevét, oda ment a hírszerzés akkori főnökhez, és azt mondta, tudom, hogy lehallgattok engem. Mire a hírszerzés főnök azt mondta, hogy ilyes meg valamit. Én azt hallgatom le, akire utasítást kapok. Egyébként sem a hírszerzés feladata lehallgatás. Mire azt mondta az illető, hogy ettől kezdve vett tudomásul postagalambbal küldöm az üzeneteimet. Mire azt mondta a titkosszolgálat főnöke, akkor én beszerzek vadásolimokat, és a postagalambjaitat elfogjuk. Na most itt már mind a kettő elkezdett nevetni. De annyit látni kell, hogy kell egy olyan csatorna, ahol két fél tarthat kapcsolatot. Nyilvánvalóan a világ összes többi fele abban érdekelt, hogy ezt lehallgassa. Megcsináltak olyan forró drótot Moszkva és Washington közt, és nagyon sok egyebet, amit elvileg nem lehet lehallgatni. De ha le lehet hallgatni, azt soha senki nem fogja elmondani. Tehát soha nem fogja elmondani egy kínai, izraeli, egy angol, egy francia, hogy öreg, én lehallgatom a telefonbeszélgetéseiteket. Tehát elvileg vannak olyan védett vonalak, amit lehetetlen lehallgatni. Tehát ez megint olyan játék, hogy hol egy ország tengeri határa. Igen, azt mondták, addig, ameddig elő, de ma átlövöm a világot, tehát ha enyém a Balaton, akkor enyém az Atlanti óceán. Tehát ezekre meg kellett találni a megoldásokat. Minden ilyen helyzetben beiktatnak tolmácsokat, ha ez szükséges, vagy pedig más módon oldják meg a tolmácsolást, de a jelenlegi helyzetben ezek a védett vonalak működnek, soha senki még nem panaszkodott arra, hogy lehallgatják, lehet, hogy lehallgatják, de nem tud róla. És a különböző országok vezetői között lehet nem hivatalos telefonhívás, vagy lehet úgy, hogy mindkettő ismeri a másik mobiltelefonszámát, és felhívják, mint ahogy azt mi szoktunk egymással időnként hétközben, és elcsevegnek a dolgokról? Ilyenkor annyit kell tudni, hogy ezt nyilvánvaló lehallgatja rengeteg szolgálat, tehát ebben az esetben olyan dolgot, ami kőkeményen bizalmas, államtitok, katonai titok, szolgálati titok nem lehet megbeszélni. De sok mindent meg lehet beszélni, és ez nagyon komoly információkat ad. Tehát nekem nagyon érdekes volt, hogy a válság meghatározott pillanatában Macron éjjel fölhívta a Scholzot, aki ma Németország kancellárja, amikor hívta, még alkancellár volt, és beszélgetett vele. Nyilván mind a két fél tudta, hogy a mobilját lehallgatják, de a beszélgetés megtörtént. Ugye Orbán Viktor is mesélt ilyen történetet, hogy ő a konyhában lecsót főzött, és közben Donald Trump hívta a telefonon. De mennyire lehet általános az, hogy az országok vezetői a diplomácián túl akár személyes jó kapcsolatot is ápolnak egymással, és például különböző formában mondjuk akár hétköznapi dolgokról üzengetnek egymásnak?
Ez teljesen normális, hiszen emberekről van szó, egy-kettő. A diplomácia az egy szörnyű nehéz dolog, hagyd mondjak valamit. Én a rendszerváltás után elképesztő mennyiségű magyar katonai delegációt vittem ki Németországba. Hogy történt? Föl kellett hívnom a német védelmi minisztériumot, ma van hétfő, fölhívtam őket, mire az volt a válasz, mikor akarnak jönni, holnap vagy hónap után, és az úgy eltölt. Én ugyanezt megpróbáltam akkor a britekkel és a franciákkal, és rendkívül korrektek voltak, azt mondták, hogy írjunk egy levelet a Budapesten lévő brit, illetve francia nagykövetségnek, ők a levelet tovább fogják küldeni a brit, illetve francia külügyminisztériumnak, a külügy át fogja adni a levelet a védelmi minisztériumnak, a védelmi minisztérium elgondolkodik, meg fogja válaszolni, és ugyanezen a vonalon visszajön, ez 2-3 hét. A németeknél ez 2-3 perc volt. Tehát nagyon fontos a személyes kapcsolat. Aki a rendszerváltáskor a budapesti német katonai attasé volt, Eisenkeil ezredes, réges-rég nyugdíjban van Bajorországban, én szeretem, és most is rendszeresen beszélünk telefonon. Most már ritkában olyan egy-két évente találkozunk, de korábban rendszeresen találkoztunk, holott ő már réges-régen nem volt katonai attasé Pestán. Nagyon fontos a személyes kapcsolat. Köszönjük szépen. Jöjjön egy újabb kérdés. Tisztelt Nógrádi úr, elképzelhetőnek tartja, hogy az orosz-ukrán viszály felkorbácsolásával a Biden adminisztráció valódi célja az európai gázpiac megszerzése? Pillanatnyilag olyan cikkekkel van tele a világsajtó, amelyek arról szólnak, mi lesz Európával, ha Oroszország elzárja a gázcsapot. Azt is láthattok, mekkora erőfeszítéseket tett Amerika az északi áramlat gázvezeték blokkolására. Lehet az egész mögött egy olyan stratégia, ami orosz ország elhiteltelenítésével és agresszorként való beállításával akarja rávenni Európát, hogy inkább vegye a jóval drágább amerikai palagázt, amit az USA máshol nem tud értékesíteni magas ára miatt. Megtisztelő válaszát előre is nagyon köszönöm. Lóránd Új-Budáról. Bocsánat, Ó-Budáról. Mindegy. Köszönöm szépen. Első megjegyzés. Ebbe a kérdésben rengeteg igazság van. Kettő. Oroszok elzárják a gázt. Tegyük föl fordítva. A nyugatiak nem engedik be az északi áramlat kettőn érkező gázt. Ebben a percben mi marad? Norvég, Holland, a hollandoknak kimerülőben vannak a gázok, gáz lehetőségek, és a palagáz. A palagáz sokkal drágább. Ezzel az USA rengeteget nyer. Európa pedig olyan árhátrányban megy bele, hogy a világpiacon lemaradása az Egyesült Államok mögött tovább növekszik. Persze, tessék megnézni azt, hogy Európa nagy része mindent megtesz, hogy ne legyen orosz-ukrán háború. Persze, mert ez a nemzeti érdeke. Ebbe a kategóriában van benne Magyarország is. Jöjjön egy újabb kérdés. Tisztelt Nógrádi úr, a szíriai polgárháború, illetve az iszlám állam elleni harc idején sokat cikkeztek nyugaton a saját kurd politikai modell demokratikus voltáról, mely azért nem túl tipikus a Közel-Keleten, lásd például a feminizmus térnyerését. Azt követően azonban, hogy Erdogan rendet tett saját érdekszférájában, a nyugati lelkesedés mintha alább hagyott volna. Kérdésem, hogy valójában milyen jelenleg a kurd helyzet terén? Van esély a demokratikus berendezkedésre önálló állam hiányában is, vagy ez inkább csak a nyugati PR terméke volt eddig is, ezen felül lehet a közeljövőben olyan nagyhatalom, mely az USA helyett felkarolhatja a kurd ügyet, és újat húzhat Erdogannal, köszönettel egy rendszeres hallgató. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Kezdjük az elején. A kurdok kőkeményen harcoltak az iszlám állam ellen, és Szíriába, gyakorlatilag Irakba autonómiát értek el. Mi volt a török válasz? Bementek és leverték. Mi a török cél? Hogy ne jöjjön létre sehol, nem kurd nemzetállam, kurd autonómia, mert attól kezdve a több 10 millió kurd, akik Törökországban élnek, ugyanezeket a jogokat követelnék. Mi a következő lépés? Meddig maradt hatalmon Erdogan? Ha valaki figyelte, az elmúlt 24 órában a török ellenzéki pártok megállapodtak, hogy koalíciót hoznak létre, amelynek egyetlen célja Erdogan megbuktatása. Következő Erdogan kőkeményen belement az orosz-ukrán válságba, és mindkét félre próbál jó kapcsolatokat kialakítani, miközben jelentős mennyiségű fegyvert szállít Ukrajnának. Mi a következő? Gyakorlatilag a szíriai háború nem ért véget. A törökök megszállva tartanak szír és iraki területeket, abból kiindulva, hogy ez kurd terület. Mi a következő?
hogy a kurdok sehol nem tudták a jogaikat érvényesíteni, mert szembe kerültek a török hadsereggel és a török politikai célokkal. A következő az, hogy a kurdok ma sem egységesek, legalább két nagy csoport van, amelyek szemben állnak egymással. Ha valaki figyeli, Magyarországon rendszeresen itt vannak a kurd vezetők, és nagyon sok tájékoztatót tartanak. Belátható rövid időn belül a kurd nemzetállam létrejötte, véleményem szerint illúzió. No, hát akkor egy újabb kérdés, ezúttal a kedvenc országa következik, Németország. Tisztelt tanár úr, a napokban jelent meg a hír, hogy újra Frank-Walter Steinmeier lett Németország szövetségi elnöke, aki egyből a megválasztását követően háborús narratívával indított. Azt mondta, hogy egy katonai konfliktus egy kelet-európai háború veszélyének kellős közepén vagyunk, és Oroszország viseli a felelősséget ezért. Hogy érzi, nem túl erős kijelentések ezek az új a szövetségi elnöktől, illetve érdekelne, hogy hogy látja Steinmeier eddigi regnálását? Kezdjük az elején. Frank-Walter Steinmeier az egyik legsikeresebb német politikus. Elfogadta őt Merkel, jól együttműködtek, ő volt külügyminiszter, alkancellár, volt minden kettő. Azért egyszer mondjuk el, hogy Frank-Walter Steinmeier Schröderrel indult. Azzal a Schröderrel, aki most véleményem szerint hiába volt német kancellár, rendkívül bután politizál. Állandóan csak az orosz érdeket képviseli, azért egy volt német kancellártól ez nem túl korrekt, és 600 ezer eurós alapfizetése van évente, ami azért egy rendkívül magas fizetés. Steinmeier. Ő volt az első, aki bejelentett, hogy államfő szeretne lenni, jó egy évvel, másfél évvel ezelőtt, a Szocdemek álltak ki mögötte. Jelenleg van egy hárompárti úgynevezett lámpa koalíció, ahol a másik két párt, a zöldek és a liberálisok felsorakoztak mögötte. Ettől kezdve egyértelmű volt, hogy győz. Ettől kezdve a CDU-CSU mellé állt. A AfD és a Linke nem indítottak saját államfőjelöltet, de hát ezeknek a súlya periférikus volt, Steinmeier. A Steinmeier külügyminiszter volt kiváló kapcsolatokkal. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a Frank-Walter Steinmeier sokszor volt Pesten, és nagyon sok mindenről tárgyalt Budapesten is. Ő az, aki most úgy érzi, hogy az oroszokkal szemben célszerű föllépni. Nem tudom, hogy amit csinál, az célszerű, véleményem szerint nem, de nyilvánvalóan ő sokkal több információval rendelkezik, mint én, és ennek megfelelően hoztam egy döntését, de amit csinál, az más, mint amit a német kormány, azon belül a szociáldemokrata kancellár politikája Oroszország felé. És hogy látja egyébként a következő időszakban, akkor látjuk a német kereteket, Scholz és Steinmeier, várható-e a német és most itt elsősorban a külpolitika érdekel, a külpolitikában változás? Ugye látjuk azt is, hogy Oroszország és Németország között azért van egy erős gazdasági kapcsolat. Ezzel párhuzamosan úgy tűnik, mintha a diplomáciai szintről, illetve tehát a külügyminiszter szintjéről és most az államelnök szintjéről is egyre durvább kijelentések hangoznának el Oroszországgal kapcsolatban. Ez egy ilyen kettős játék? Nem, véleményem szerint a németek próbálnak felsorakozni az amerikaiak mögé addig, amíg ez kőkeményen nem érinti a német nemzeti érdeket. Második megjegyzés. Van egy német közmondás, ugye Erhard Titel ohne Mittel. Tehát ez az államfőre is vonatkozik, hogy van egy címe, de nincsenek meg a szükséges eszközei. Az államfői pozíció Németországban protokoláris. Nagyon fontos, hogy mit mond, de valós hatalma az államfőnek nincsen. A Scholz kancellár ma van Kijevben, holnap van Moszkvában. Nyilván mindent megtesz, hogy a két fél között valamilyen közvetítés legyen, és ha valaki megnézi, az amerikaiak fölkérték, hogy az OSCT-be ott szolgálatot teljesítő katonák, diplomaták hagyják el a frontvonalat. Nagyon sokan elhagyták, nagyon sokan nem, és az OECD azt mondta, hogy ő, mint szervezet, ott marad. Tehát a nemzetközi kapcsolatokban is látszik a kettőség, hogy USA mellett, vagy kevésbé USA barát pozíció, csak ezt senki nem mondja ki.
Jöjjön egy újabb kérdés, egy nagyon jó tanáccsal. Na most tessék figyelni. Tisztelt tanár úr, tisztelt Tamás. Megütötte a fülemet, hogy a tanár úr kutyát szeretne, de a nyuszi miatt nem lehet. Ha az őrségben jár és megkeres, szívesen megmutatom a labradorjaim, és azt, hogy hogy lehet nekik megtanítani, hogy ne egyék meg a nyuszit. A kérdésem, amikor kirobbantak a kazak tüntetések, a kormány egyből lekapcsolta az internetet, ami úgy gondolom, hogy nagyban segítette a helyzet gyors rendezését, mivel blokkolta a fake news terjedését és a szervezkedést is nehezítette. Vajon a jövőbeni krízishelyzetek kezelésében ez precedens értékű és más kormányok is átveszik majd? Illetve tanár úr kedvenc szófordulatai, erről a mondatról külön előadást lehet tartani, a másik, ha kapok egy órát, kielemzem, az lenne a kérdésem önhöz, illetve a szerkesztőséghez, hogy mikor kap, lesz-e a tanár úrnak ideje ezeknek a felvételéhez, szívesen hallgatnám. Köszönöm a válaszokat, nagy tisztelettel Bartakovics Bogdán. Köszönöm, ígérem azt, ha megkapom a címet, és a térségbe járok, akkor megkeresem. 10 nappal ezelőtt voltam Bolyba, tehát onnan ez nem volt túl messze, de hát elég sok meghívást kapok, hál' Isten. A másik az, hogy lekapcsolni az internetet. Hát ha megnézi, szinte minden válságban ezt javasolják. Hogy a kormány megteszi-e, igen, nem, az egy más kérdés, de ezt zsinórban javasolják az összes nagy válságnál, Kazasztán. Hát Kazasztánban néhány nap alatt rend lett, de az elmúlt 24 órában már újabb tüntetések voltak. Nyilvánvalóan itt a világ összes hírszerzése szerephez jut. Nyilvánvalóan Tokajev, aki Moszkva vonalát képviseli, rendkívül komoly belső ellenzékkel találkozik, és ezt a nyugat elsősorban az Egyesült Államok támogatja. De még egyszer, az internet lekapcsolása szinte minden válságba előjött. És ha kapok egy órát, és lehetőség van, bármelyik kérdésről boldogan beszélgethetünk. Nekem egyébként az a tervem, hogyha megyünk az ultrahang közönség találkozókra, akkor ott különböző témákban majd kapna a tanár úr egy órát, és akkor a maradék időben pedig a hallgatói kérdéseket élőben felvennénk. Úgyhogy ezúttal is javaslom a kedves hallgatóknak, hogy kommentben, illetve a kérdés.ultrahang@gmail.com e-mail címre nyugodtan írjanak olyan nagyobb lélegzetvételű témákat, amelyeket szívesen hallgatnának, aztán akkor majd ezeket megbeszéljük. Egy pillanatra még az internetnél maradva, hogy amikor ezt halljuk, hogy lekapcsolják az internetet, az egyrészt nagyon antidemokratikusnak tűnik, másrészt meg én egészen elborzadnék tőle, mert azért az életem egy nagy részét az interneten töltöm, meg akkor például, hogy lenne ultrahang, de hogy az internet lekapcsolása az egy ilyen diktatórikus eszköz, vagy lehet olyan pont, amikor azt mondják, hogy ahhoz, hogy a rendet megőrizzék, tényleg ez egy jogos dolog. A válaszom az, hogy mindkettő igaz, de abban a percben hatalomról van szó, és élethalál kérdéséről, akkor senkit nem érdekel az, hogy mit mond ki a jog, a hazai jog, a nemzetközi jog, és a többi. Tehát ezt már megcsinálták, ezt a jövőben meg fogják csinálni. Nyilván nem demokratikus, de ez éles helyzetben senkit sem érdekel. Köszönjük szépen, és akkor egy újabb kérdést tennék fel, ami egyébként nagyon sok hallgatótól előjött már, úgyhogy most egy hallgatónak a kérdését tolmácsolom sok hallgató nevében. Egyszerű és rövid kérdésem lenne a tanár úrhoz. Szeretem követni a világpolitikát. Melyek azok a megbízható hírportálok az interneten, amelyeken keresztül a tanár úr követi a világ eseményeit, lelkes hallgatója Attila Csíkból? Köszönöm. Én minden reggel 5:30-tól megnézem a MOMA-t, ez a Morgan magazin, ez a német televízió hírműsora. 2. Van néhány olyan újság, évkönyv, amit érdemes nézni. A külügyminisztériumok évkönyvei fantasztikusan jók. A közzétett dokumentumok, az Európa Archív, az Außenpolitik, a CIA publikusi jelentései, na most ezekből rengeteg dolgot meg lehet tudni. És egyébként az interneten is tájékozódik, vagy ezek elsősorban inkább a televízióra koncentrálódnak? Nem. Hát az internetet muszáj megnézni, hát elképesztő mennyiségű információ jön, azokat szintén nézni kell. Én most készültem erre a mai műsorra, szintén reggel már megnéztem a német híreket, átnéztem a magyar híreket, átnéztem mindezt, amit az interneten megtaláltam. Persze,
Én mindig elmondom, hogy nem szeretnék hülye lenni. És vannak olyan nemzetközi hírportálok, amit érdemes nézni? Ugye a magyarokat nagyjából ismerjük, illetve a színvonalát is ismerjük, de hogy vannak olyan kifejezetten nemzetközi portálok, idegen nyelvűek, amiket ajánl a hallgatóknak? Hát a válaszom az, hogy én elsősorban német portálokat nézek, elképesztően jó a Die Zeit, elképesztően jó néhány német nyelvű szakfolyóirat, napi újság, tehát tényleg nagyon jók. Rendszeresen kapom a német pártoknak a havi külpolitikai elemzéseit. Ezek szintén jók a CDU-nak, CSU-nak, SPD-nek és a többi. De ehhez most elnézést, évtizedes rutin kell, hát évtizedek óta ezt nézem. Ránézésre körülbelül meg kell mondani, melyik az az írás, amit érdemes elolvasni, és melyik az, amelyiket nem. No, akkor jöjjön egy másik kérdés. Tisztelt szerkesztőség, az a kérdésem, hogy a tanár úr szerint lehet-e valaki miniszterelnök hosszú távon úgy, hogy kicsit sem korrupt? Nagyon köszönöm, üdvözlettel egy budaörsi hallgató. A válasz az, hogy elvileg igen, a valóságban ez egy rendkívül nehéz kérdés, mert egyszer kéne tisztázni, hogy mi a korrupció. Németországban a tartományi miniszterelnök, miután államfő lett, közé tette, ha jól emlékszem, hogy 10 euróig szabad ajándékot elfogadni, majd ő elfogadott több 10 000 eurós ajándékot és belebukott. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Elvileg van egy korrupciós lista a világon, ahol a legkevésbé korrupt országok a skandináv országok. De ez nagyon-nagyon nehéz, mert tisztázni kellene, hogy mi az, amit én korrupciónak nevezek. Ha én veszek egy csodálatos virágcsokrot egy hölgynek, az korrupció-e? Ha én magam előtt kiengedek egy nőt, én a NATO-ba tanultam, kikérték maguknak, hogy milyen dolog az, hogy egy nőt kiengedni magam előtt az ajtón, az minek minősül. Országonként más erről a felfogás. Ha meghívok valakit egy jó étterembe vacsorázni, az korrupció, most az, hogy pénzt kap egyéb, az egy más kérdés. Tehát ezeket egyszer jó lenne tisztázni. Nyilvánvalóan teljesen mást értenek korrupció alatt a harmadik világban, mint a skandináv térségben. Ma mennyire számít egyáltalán a korrupciónak a vágya, vagy a korrupció? Bele lehet ebbe bukni, vagy már immunis lett a társadalom erre? A válasz az, hogy immunis lett, de közé tudok tenni bármikor olyan hamis híreket, amire mindenki fölkapja a fejét. Kiskorúval szeretkezett, megerőszakolt, veri a családját, titkos bankszámlája van Svájcban. Ezek olyan dolgok, amire bárki fölkapja a fejét, és amire kiderül, hogy ez nem igaz, addigra már az illető megbukott. Köszönjük szépen. Egy kicsit még visszatérnék az orosz-ukrán konfliktusra, mert ezzel kapcsolatban jött érdekes kérdés. Például ilyen, hogy gyakran olvastam még, hogy ahogy megyünk ki a télből, úgy veszít az erejéből Putyin, mivel egyre kevesebb gáz kell majd. Valóban, ha itt lesz a nyár, akkor Putyin visszavonja a csapatait? A válasz az, hogy gáz mindig kell, és Európának nincs gáz. Próbálnak alternatív lelőhelyeket Észak-Afrikából behozni, Norvégiából, amerikai pallaggáz, de ezek az orosz gáz sem mennyiségben, sem árban nem tudták helyettesíteni. Nyilvánvalóan tavasztól őszig kevesebb gáz kell, de elnézést kérek, utána jön újra az ősz és a tél, és újra kell a gáz. Az orosz csapat visszavonásnak nyilván rengeteg feltétele van, a gázkérdés ennek egy összetevője, de nem az egyetlen. Aztán ilyet is ír a hallgató, hogy sokan szokták összehasonlítani a jelenleg kialakult helyzetet a müncheni egyezménnyel, ahol a nyugat odadobta Csehszlovákiát a hitleri Németországnak. Valóban helytálló a két eseményt összehasonlítani, és Ukrajnát Csehszlovákiához, Putyint pedig Hitlerhez hasonlítani? Nekem személy szerint ez a kedvencem, mármint a hallgatónak, nem nekem. A válaszom az, hogy véleményem szerint a kettő teljesen más. A müncheni szerződésnél egy lebénult Európa volt. Egy bukófélbe lévő brit miniszterelnök, egy olyan francia miniszterelnök, aki aláírta a szerződést, és néhány hónappal később Franciaország 1940-ben megszűnt létezni. Most ne javítsanak ki, hogy létrejött utána a Vichy Franciaország, az már nem ugyanaz volt. A csehszlovák helyzetet pedig meghatározta, hogy belülről a német kisebbség Hitler parancsára újabb és újabb, gyakorlatilag teljesíthetetlen követelésekkel állt szembe. Csehszlovákia korszak egyik csodálatos demokratikus állama volt, Ukrajna nem az. Tehát mindig lehet párhuzamokat hozni, nyilvánvaló az, hogy a nyugat Ukrajnánál nem fog ilyen megállapodást kötni, és nyilvánvaló az, hogy az orosz cél nem az, hogy megszállja Ukrajnát, hanem hogy elérje, hogy Ukrajna ne legyen a NATO tagja, és a
NATO ne menjen be gyakorlatilag a volt Szovjetunió kellős közepéig. Aztán jött egy ilyen kérdés is, hogy gyakran hallom mégis azt a kommentelőktől, hogy Oroszország ezzel az egésszel a saját maga sírját ássa, és amint az USA bekeményít gazdaságilag, az egész ország szét fog esni. Ez a forgatókönyv valóban lehetséges lenne? A kommentelők egy bizonyos része szerint jobb lenne, ha Oroszország megszűnne, és minden elnyomott nép felszabadulna. Mi történne, ha a világ legnagyobb területű állama szétesne, és tényleg olyan jó lenne az a világnak? Üdvözlettel Varga Gergő István Békés megyéből. Köszönöm. Békés megyében elég sokszor voltam előbb Vástartani, és amennyire tudom, nem soká megyek. Tehát ha eljön, boldogan válaszolok. Kettő. Azért itt van egy érdekesség. Oroszországban ma döntően oroszok laknak. Tudom, hogy a déli területeken muzulmánok. Tudom, hogy Szibériánál óriási orosz-kínai harc van a terület jövőért. De a hagyományos orosz területeken oroszok vannak. Tehát a szétesés az nem logikus, mert oroszok kerülnének oroszokkal szembe. Ez pedig azért a világtörténelemben elég ritkán hatott. A másik pedig az, hogy ez az Oroszország már nem a Szovjetunió. Tehát ez az Oroszország ugyanúgy keresi helyét, szerepét a világban, ahogy a világ többi országa nagyon sok szempontból óriási hátránnyal indul, amit egyrészt sikerült behoznia, másrészt nem. Rengeteg ma már Oroszországban a gazdag ember. Nagyon sok ember megismerte a kapitalizmus játékszabályait. Ugyanakkor az USA számára nyilvánvalóan nem cél egy sikeres Oroszország, hanem az a cél, hogy ez az Oroszország a világ megvesse, lehetőség szerint meggyengítse, és ez a politika folyik. Nógrádi György, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartott. Én köszönöm szépen.